Már az első félidőben is magabiztosan uralták a pályát a TSC játékosai, és a 30. percben meg is született az első gól Kecman Minajó voltából. Majd a 44. percben a magyar kanizsai lányoknak sikerült 2-0-ra növelni a különbséget Knézsevic Milana góljával. A szünet után Vajda Fangyó csapata az 54. percben újabb góllal növelte 3-0-ra az előnyt. Ismét Kecman Minának köszönhetően. Majd a 89. percben Knézsevic Milana újabb gólt lőtt. Így a végeredmény 4-0 lett a TSC javára a Vojvodina csapatával szemben. Az első 5-10 percben kerestük a játékunkat nagyon, míg kicsit gyengén mentünk bele a mérkőzésbe, aztán nagyon gyorsan jött az első gól, úgymond gyorsan, de nagyon jókor jött, és az egy löketét adott nekünk, egy erőt adott nekünk, amit aztán ugye sikerült még jobban forszíroznunk, és hát így sikerült aztán végül is a Vojvodina felé kerekednünk. Vajda Fangyó, a TSC női labdarúgóklub edzője, kiemelten nyerni akartak, de nem gondolták volna, hogy 4-0-ra győzik le a Vojvodina csapatát. A lányok ma is oda tették magukat, nagyon jól játszottak, nagyon jól küzdöttek, nagyon szép gólokat rúgtunk. Talán még azt kell, hogy mondjam, hogy az eredmény egy kicsit magas arányú, talán nem tükrözi a pályán látottakat. A Vojvodina csapatának edzője a mérkőzés után elmondta, nem csüggednek. Szeretnének változtatni a játékukon. Dobro smo počeli meč, onako kao što smo zamislili, propustili smo na početku par kolosalnih šansi, međutim, kao i u prošlom kolu, desi se određen pad, naravno ne ličimo na nas i jednostavno moramo to nešto da menjamo u toku nedelje. A győzelemmel és a szerzett 3 ponttal a TSC női labdarúgóklub jelenleg a 3. a tabellán, amelyet a szabadkai Spartakusz női csapata vezet.